Sziasztok, én Bedegi Roland vagyok, a producer tanfolyam tanára, és ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan szoktam elindulni egy zenével, hogy ki tudjam később bontani ezeket az ötleteket. Tehát arról lesz szó, hogy hogyan tudtok elindulni, mi a logikája, hogyan hangszerelek. Betöltöttem pár ütős hangszert. Illetve egy basszust. Egy pedet. És egy zongorát. Általában az elején vagy akkordkörrel, vagy valami egyszerű dallammal szoktam indítani, mert nem csak a ritmus segíti számomra, hanem eleve megad egy olyan hangulatot, amit szeretnék elérni. Tehát az elején mindig azzal kezdek, hogy megteremtem az alaphangulatot a dalnak. És ezt általában zongorával szoktam megtenni, vagy elkezdeni. Meg is van egy egyszerű alap. Ezzel már meg tudjuk határozni a hangulatot, illetve ugye támogat minket a ritmussal, úgyhogy ezután vagy a basszussal szoktam kezdeni, vagy az ütős hangszerekkel. Most azért az ütős hangszereket fogom használni, mert akkor a lábdobnak a ritmusa fogja meghatározni majd a basszusunknak a ritmusát is. Mindig úgy szoktam csinálni, hogy elkezdem megírni a ritmust, és hallgatom, hogy mi az, amit úgymond a fülem kíván, vagy úgy érzem, hogy az jól működik. Sok esetben lehelyezem egyből a kleppet vagy a snare-t, mert azt nagyon, tehát azt általában az elején ugyanoda szokott érkezni. Jöhet a hi-hat. Két hi-hatet fogok használni, az egyik az csak egy ilyen egyszerűbb delay-es ritmus, fog majd mindjárt játszani, a másikkal pedig egy különböző ilyen kísérőt fogunk létrehozni. Most átállítom a gridet 1/6-ra, hogy egy kicsit másabb legyen a ritmusunk, mint a megszokott. Jó, ennek a hi-hatet betesszük a mixerbe, kiválasztom az insert egyet és nyomok egy Ctrl-L-t. Ezután a slotra teszek egy delay-t, visszapúzom a betet, és a time-ot is visszaállítom 2.0-ra. Ezután meg tudom adni a lábdob ritmusát a basszusnak, és néven azt fogom átszerkeszteni, hogy a megfelelő hangokon szólaljon meg. Természetesen, hogyha unalmas vagy kicsit feldobnánk a basszust, akkor ezt nyugodtan megtehetjük. Thank you.
Bár van is egy tök jól működő témánk, ezt néven utána már tudjuk nagyon sokféleképpen lérezni az akkordokat, például ennek a hangszernek meg tudjuk adni. Nyilván az akkordkörből csinálunk neki egy ilyet. Ebben a videóban ennyit szerettem volna nektek bemutatni, remélem, hogy hasznos volt. Lényegben így szoktam elindulni, hogy a zenét kezdek el csinálni. Fogok még hasonló videókat készíteni, csak hogy lássátok, hogy mennyiféleképpen szoktam elindulni, vagy más stílusokban, hogyha akarok zenét csinálni, akkor azt hogyan szoktam. Ha bármi kérdésetek van, vagy véleményetek van, azt írjátok meg a videó alá. Illetve, hogyha érdekel a zeneszerzés, vagy segítségre van szükséged, akkor látogass el a producertanfolyam.hu oldalra, jelentkezz konzultációra, és meg tudjuk beszélni, hogy milyen kihívásaid, milyen céljaid vannak, és hogy hogyan tudunk együttműködni, hogy segítsek abban, hogy elérd ezeket a célokat. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!